1000-hez közelít a vihar miatt károsodott épületek száma a szatmári térségben. Rozsájon szinte minden második lakóházban keletkezett valamilyen mértékű kár. Az önkormányzat segítségével sok helyen fóliákkal védték a házak megmaradt részét. Nagy valószínűséggel a viharkárt szenvedett 13 település közül itt a legnagyobb a baj. Rozsáj polgármestere Sztojka Zoltán van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Először is, polgármester úr, milyen a hangulat a településen? Tegnap, illetve ma is járt ott a stábunk, és megmutattuk, meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan védik a lakóházakat, de mit mondanak a lakosok? Hát tegnapi reggeli jégeső után nagyon nagy letargia volt a település lakosságán, aztán természetesen összeszedtük magunkat, hiszen már tavaly májusban átéltünk egy hasonlót. Igaz, akkor inkább a növényi kultúrát verte tönkre, most pedig a lakóházakat a vihar. Peniszladda nagyságnyú jég esett, és az mindent Ripityára vagy a Tömöz útjába került. Nagyon el voltak keserve az emberek, estére egy kicsit fáradtak is voltunk, hiszen én is jó magam is 11 órakor szálltam egy háztetőről. Lehet, hogy feszültek is, de a mai nap folyamán újra elkezdtük a munkát, és tényleg csináltuk becsületesen helytállva. Látják és folyamatosan felmérik a károkat. Most látható az, hogy mennyi lakásban, lakáscélú ingatlanban keletkezett kár? Ezek az adatok megfelelőek? Ez a majdnem minden második lakóházban van valamilyen mértékű kár? Kicsivel több is, de most ezekben a percekben is folyik a teljes felmérés. A kormányhivatal részéről kaptunk meg építésügyben jártas kollégákat, akik járják a településeket, nem csak Rozsályt, hanem a többi települést is, Mélyteleket, Zajtát, és akik még bajban vannak, Odosok, Garbolc, és most történik a kárfelmérés, és valószínűleg holnapra majd teljes képet fogunk kapni. Tehát mindig felmerül ilyen probléma esetén a kérdés, hogyha megnézik azt, hogy mennyi lakáson volt biztosítás, vagy volt-e egyáltalán biztosítás, akkor mit látnak jelen pillanatban, a helyreállításnak az összege megtérül-e, megtérülhet-e lakóházak esetében? Azt nem tudjuk, ugyanis a tegnapi napot még tovább tett össze az, hogy 6 óra után volt ez a hatalmas jégverés, és 10 órakor pedig egy iszonyatosan nagy eső. Tehát a jég a tetőben okozott kárt, a szárazon jött egy kevés esővel, és utána pedig 10 órakor egy iszonyatosan nagy eső volt, ami eláztatott mindent. Egy nagyon nagy kérdés, hogy a villanyvezetékek, a kapcsolók, a bútor, a szőnyeg, a szekrények, a plafon, a fal, az több helyen le is van szakadva, a plafon sajnos, hogy azzal mi lesz. Milyen jellegű kárelhárítás, kármentés történik jelen pillanatban? Mire van szükség? Jelen pillanatban a katasztrófavédelmi és az önkormányzat, itt nem csak Rozsály, hanem nagyon sok településről, Nyágmajtisról, Turisvándiból, és tényleg nagyon sok helyről jöttek, és nagyon szépen köszönjük a környébeli lakóknak, jöttek segíteni. Tegnap este folyamán is ma is a fóliázás történik, a házak hirtelen lefóliázása. Ezt az önkormányzat, ezt létszerszeggel és természetesen fóliával próbálja segíteni az embereket. Ez ma meg lesz, és innentől kezdve pedig, hogyha valaki segíteni szeretne rajtunk, akkor bontott cseréppel vagy lemezes cseréppel tud rajtunk segíteni. Azt is hallottuk, hogy a mai nap folyamán már több segélyszervezet is jelen volt a településen, illetve több településen. Ezek a segélyszervezetek miben vagy hogyan tudtak segíteni, és hogyan segíthetnek a következő napokban is? Igen, többen is kint voltak, például a Baptista Szeretett Szolgálattól, de nagyon sok tűzoltó volt más megyéből, például Szatmárnémeti mellől, mai Romániából, Lázáriból is volt egy egység. De jöttek kollégák egészen fentről, Komlós Károlyt, tényleg nagyon sok helyről, és nagyon sokan segítettek. Hát azt tudom ennek mondani, hogy tényleg összefogtunk, és megpróbáljuk megmenteni, ami menthető, de továbbra is mondom, hogy most már inkább a bontott cserépre és lemezekre lesz szükség a lakosságnak, hogy le tudjuk fedni a házakat majd. Figyelemmel kísérjük a további eseményeket is. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy rendelkezésünkre állt.